Kedves nézőink, a képviselők visszatértek a szünetről. Vele ezt megelőzően a testület az oktatási és nevelési intézményekben fizetendő térítés és tandi összegéről, valamint a fizetés szabályáról alkotott rendelettervezetet. Ennek kapcsán rendelte rövid technikai szünetet Nagy Csaba alpolgármester. Most erről folytatják a tanácskozást, illetve döntéshozatalra készülnek. A rendeletet a közgyűlés 31 darab igen szavazattal elfogadta. Kérnék egy szavazást a rendelethez tartozó határozati javaslatról. Igen szavazattal a közgyűlés elfogadta a határozati javaslatot. Következő napirendünk rendelettervezet a bányaló emlékmű felállításáról. Kérdezem a bizottság elnökasszonyát, hogy van-e szóbeli kiegészítése. Igen, Révész Mária elnökasszonyi a szó. Azért kértem szót, mert szeretném jelezni, hogy ugyan az én nevem van az előterjesztés alatt, de én ezt az előterjesztést a korábbi összetételi kultúrás bizottság tárgyalta, és amikor ezt tárgyaltuk és szavaztunk róla, én nem szavaztam meg, és továbbra sem értek vele egyet, úgyhogy én nem is fogom a szavazatommal támogatni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kérnék egy szavazást akkor a rendelettervezetről. Igen, 9 nem és 2 tartózkodás mellett a rendelet tervezetet a testület elutasította. Következő napirendi pontunk az eredeti kiosztás szerint a 12-es Expo Center ügyének feltárása, vizsgáló bizottság létrehozása. Előterjesztő dr. Füredi Péter képviselő úr. Füredi Péter képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Alpolgármester úr, elnézést. Tisztelt közgyűlés. Nagyon fontos tisztázni a múltat, amikor a jövőbe tekintünk, és mérlegeljük, hogy mit, mire helyezünk hangsúlyt, hiszen látjuk az elmúlt időszak igen terhelt különböző ügyekkel. Ugye az Expo Center egyik ezeknek, de mégis kiemelkedő fontosságú, hiszen egy több mint 2 milliárd forintos beruházásról van szó, ahol az alvállalkozók 600 millió forint értékben nem kapták meg a nekik járó elvégzett munkáért a díjukat, és úgy gondolom, hogy jövőt építeni csak úgy lehet, ha ezt a múltat, ezen részét tisztába tesszük, és határozottan tudunk ezzel szembenézni. A javaslatom arra vonatkozik, hogy ezen felállítandó vizsgálóbizottság vizsgálja azt meg, hogy az Expo Center felépítésének különböző szakaszaiban kik hozták meg a döntéseket. A döntések milyen dokumentumok, milyen információk, milyen egyeztetések alapján történtek, kik készítették elő. A beruházást előkészítő döntések meghozatalakor, a tervezések során, majd a kivitelezés szakaszában kimutathatók-e gondatlan, megtévesztő vagy szándékos cselekedetek, amelyek okozója mai helyzetnek. Az Expo Center felépítésével kapcsolatban mekkora összegek, kiknek, hogyan kerültek kifizetésre. Milyen elvégzett munkálatok nem kerültek kifizetésre, mekkora összegű ez a tartozásállomány pontosan. És nagyon fontos az ügy politikai hátterének, tehát közéleti felelősségének tisztázása és abból a jogi következtetések levonása. Hallottam
az elmúlt napok híreiből, ugye, hogy a belső ellenőrzés kívánja a polgármester úr bővíteni, amit nagyon helyesnek tartok, egyetértek vele, amennyiben ugye az nyilvános pályázat útján szakmailag rátermett emberekkel kerül feltöltésre, de ez nem ugyanaz a feladat. A szervezeti működési szabályzat ugye lehetővé teszi ezen vizsgálóbizottság felállítását, igénybe fogja venni, használni fogja a belső ellenőrzés által elkészített dokumentumokat, az állami számvevőszék által elkészített dokumentumokat, majd a gyászvizsgálat is ugye fog történni Pécset. De a belső ellenőr, ugye köztisztviselő, köti a munkaköri leírása, azt nézi, hogy az adott kérdések, feladatok számlákkal le vannak-e fedve elsősorban, vagy nem. Míg egy ilyen vizsgálóbizottság a politikai felelősségre is helyezi a hangsúlyt. Én azt gondolom, ha erre a szervezeti működési szabályzat lehetőséget teremt, akkor mire hozzuk létre, ha nem erre? Hiszen ez egy olyan súlyú kérdés, olyan fontos Pécs városának költségvetését hosszú éveken keresztül meghatározó, igaz átételesen a holdingon keresztül, hiszen ez évben 400 milliót, következő években már 600 milliót kell évente emiatt törleszteni, és mindeközben kihasználatlanul áll ez az építmény. Tehát szembe kell nézni a múlttal, ennek ez egy jó formája lenne. Itt úgy gondoltam, hogy akár be is fejezhetném a mondani valómat, de az elmúlt hetek és az indítvány megtétele óta annyi minden történt, hogy úgy gondolom, hogy a vizsgálóbizottság hatáskörét lehetne bővíteni. Tehát éppen ezért az eltelt időre való tekintettel az általam előterjesztett javaslatot módosítani kívánom, mégpedig a következőkkel, hogy a vizsgálóbizottság hatáskörre terjedjen ki a Megyeri tér vizsgálatára, az Apácai Nevelési Központ felépítésének körülményeire, a reptéren történt esetekre, a buszos ügyek kivizsgálására. És nem utolsó sorban a Széchenyi téren is tapasztalhatjuk, hogy pont ugyanaz a cég dolgozik, aki több más ügyben is érintett. Itt érdekes lenne ezen alvállalkozói szerződések nyilvánosságra hozatala is. Tehát még egyszer hangsúlyozom, a vizsgálóbizottság feladata ugye nem pénzért dolgozik, hiszen a megválasztott képviselőtársaink kerülnének ebbe a vizsgálóbizottságba. A hibás döntések okait, felelőseit kívánja megnevezni, és úgy gondolom itt az ideje, hogy változtassunk Pécs helyi történetében. Szembe kell nézni, a múlttal változtatni kell. Úgy gondolom, aki ezzel egyetért, ezt az előterjesztést meg fogja szavazni. Tehát összefoglalnám, két módosításom lenne a saját javaslatomhoz. Az egyik az, hogy a vizsgálóbizottság hatásköre bővüljön ki a Megyeri tér, Nevelési Központ, Reptér, buszos ügyek vizsgálatára, és ennek megfelelően a határidő is az év végére, december 20-ára módosuljon. Egyébként, ha a módosítás a tisztelt közgyűlés nem fogadná el, akkor is az Expo Center ügye. Az elmúlt hetekben elég komoly energiákat fektettem be ennek a feltárásába. Azt tudom mondani, hogy kevés, amit én eredetileg képzeltem, ez a nyári időszak, bőven lehet ez év végéig ezt a vizsgálatot megtenni, és úgy gondolom, több szemét meg kell hallgatni ez ügybe, és a felelősség kérdését elpalástolni nem szabad. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy támogassa az előterjesztésemet. Köszönöm szépen, megadom a szót Meixnere András képviselő úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én azzal akartam kezdeni a hozzászólásomat, hogy támogatom az előterjesztést, ezt a vizsgálóbizottság létrehozását, mert az Expo Center környékét már annyira átlengte a politika, meg a félinformációk alapján történő konkrét véleményalkotás, hogy nagyon jó lenne végre valóban tisztázni azt, hogy a kezdetek kezdete óta, a mai napig eltelt időszakban melyek azok a lépések, döntések, viszonyulások, amelyek meghatározták ennek a szerencsétlen sorsú épületnek a sorsát, illetve azt a milliót, ami ezt körülveszi. Azt hiszem, hogy nagyon sok e körül a legenda, és egy ilyen vizsgálóbizottság egész biztosan, ha objektíven akar mérni, és nem eleve az a célja, hogy politikai bűnbakokat keressen, akkor ez komoly hozadéka lehet a pécsi demokráciának. Tehát én ezt az Expo Centerre vonatkozóan támogatom. Csak azt gondolom, hogy a kevesebb több lenne. Tehát ha most minden olyan ügyet előveszünk, amely valamilyen oknál fogva gondot jelentett a városban, akkor azt hiszem, hogy nem érünk a
egy ügynek sem érdemben a végére, mert már körmünkre ég a másik munka. De ha ilyen széles körre tekintenénk végig a vizsgálandó ügyek esetében, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ott van a pénzügyi bizottság, azért van egy ilyen ellenőrző bizottságunk, hogy az általánosságban építse be az évi munkatervébe, és vegye végig megfelelő apparátusi háttérrel ezt az egész aktakupacot, amiről most itt szó volt. Tehát én azt gondolom, hogy a módosító indítvány az inkább gyengíti ezt az ügyet, sem mint erősíti. Tehát nekem nincs averzióm a tekintetben, hogy vizsgáljuk ki ezt az ügyet. De ha kivizsgáljuk, ne csak azokkal foglalkozunk okvetlenül, amit Füredi Péter említett, hanem azt is nézzük meg, hogy adott esetben a működtetésre vonatkozóan rendben voltak-e a dolgok. Például csak hogy érezzék a fonákságát a helyzetnek. Miért nem került be az Európa Kulturális Fővárosa program helyszínei közé az Expo Center sem a pályázati szakaszban, amikor pedig már épült és tudtuk, hogy van vagy lesz, sem pedig a később tartalékhelyszínként. Miért nem szerveznek a város egyébként rendezvényszervezéssel foglalkozó intézményei az Expo Centerben még véletlenül sem programot? Adott erre valaki utasítást, vagy pedig csak egy egyszerű össznépi ellenállás van e tekintetben? Mi az oka ennek? Mi az oka annak, hogy egy városi vagyontárgyra vonatkozóan egymás után jelennek meg fél információk, rontva annak a városi vagyontárgynak adott esetben az eladási lehetőségét? Tehát azt gondolom, hogy van bőven miről beszámolni, vagy minek utána nézni, azon túl is, hogy mondjuk mi történt a döntéshozatal folyamatában, amikor azt az épületet megépítették. Illetve döntöttek arról azok, akik döntöttek, és hogy kik voltak ezeket pedig tényleg föl lehetne tárni. Tehát én a magam részéről az eredeti javaslatot támogatom, a kiegészítéseket nem. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Révész Máriáé a szó. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. A Fidesz-KDNP frakció támogatja az eredeti előterjesztést, hiszen az Expo Center ügyében nagyon sokszor hangsúlyoztuk, hogy tisztán kellene látni. Ha erre ez a bizottság alkalmas lesz, akkor mindenképpen támogatjuk, illetve reméljük, hogy alkalmas lesz. Nyilvánvaló, hogy olyan eseti szakértőket kell alkalmazni, akik ebben a témában kutakodnak, és éppen ezért nem tartom megfelelőnek ezt a kicsit véletlenszerű kiegészítés sorozatot, amely tulajdonképpen nem is lezárt, vagy nem pontos, hiszen minden témához, minden ügyhöz más szakértőt kell esetleg felkérni. Én azt mondom, hogy az Expo Center ügyének járjunk a végére, majd, hogyha úgy adódik, és lesz rá igény, és a közgyűlés úgy akarja, akkor létre lehet hozni egy más eseti bizottságot is. A dolog másik része pedig, amelyet megemlített Meisner András, maximálisan egyetértek vele, hogy meg kell nézni a működtetését, és talán a sorsát is, sorsáról is kellene gondolkodni, hiszen bizottságülésen majdnem hasonlókat mondtam, mint Meisner András, hogy ugyan miért nem használja valamire a város, vagy miért nem használtuk már az ELKER során. Talán már egy évvel ezelőtt tettem egy olyan javaslatot, amikor a B-terv ötlet fölmerült, hogy meg kéne nézni, hogy az Expo Centert miként lehetne alkalmasan tenni ELKER helyszín számára, de nem történt semmi, talán azért is, mert egy picit elkerült a közgyűlés látóköréből, és a holding leple alá került, hogy úgy mondjam, és nem volt ugye napi kapcsolatunk a dologgal. Tehát összefoglalva, a Fidesz-KDNP frakció az eredeti vizsgálóbizottságra vonatkozó előterjesztést támogatja, a kiegészítéseket nem. Köszönöm. Köszönöm szépen, frakcióvezető asszony. Sarkadi Gábor úr, a szó. Köszönöm szépen, alpolgármester. A Baloldali Szövetség Pécsvásárhelyet frakció is tudja támogatni az eredeti előterjesztést, és hogyha megengedi, Füredi képviselőtársam egy teljesen személyes megjegyzést hadd tegyek. Péter, vissza kéne vonni a módosító javaslataidat, mert az eredeti elképzelésed dől így úgymond dugába. Én mindenképpen kérem, hogy ezt vonjad vissza. Emellett pedig azt az észrevételt hadd tegyem meg, ez egy személyes észrevétel, hogy látszik, hogy minden politikai szerv frakció képviseletet kapna ebbe a bizottságba.
Én azért úgy tartanám ezt jól forgatókönyv szerint működőnek, hogyha indulatmentesen működne ez a bizottság, és ezért az lenne demokratikus, hogyha a bizottság az elnököt saját maga sorai közül választaná meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Füredi Péter képviselő úrja a szó. Köszönöm Révisz Mária frakcióvezető asszonynak a egyetértő nyilatkozatát. Elfogadom az észrevételeit. Ugye a módosító javaslatom azon részétől, hogy ez egyelőre terjedjen ki, jelenleg terjedjen ki a további kérdések vizsgálatára, attól elállok. De azért ne felejtsük el ezeket az ügyeket. Azt hiszem, fognak még ezzel kapcsolatban okiratok, dokumentumok elén kerülni. Így azt mondom, hogy rajta kell tartani a szemünket ezen ügyeken is. Mindenképpen a határidőmódosításra vonatkozó javaslatomat azt fenntartanám, mindenképpen szükségesen ez év végéig ennek az elvégzése. Kérem, hogy a frakciók, pártok, szervezetek tegyék meg a javaslatukat, hogy kit delegálnának ebbe a bizottságba. Kérem azt, hogy aki érintett, az lehetőleg tanúsítson önmérsékletet, és ne delegálja be magát ebbe a bizottságba. Úgy gondolom, a közgyűlés is elég demokratikus, így tud dönteni az elnök személyéről is, így kérem, hogy támogassanak ezen javaslatomba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most egy kis segítséget kérnék a képviselő úrtól, ugye, ha jól értettem, akkor december 31 lenne a végső határidő, jó? Akkor, mivel ez egy módosítás, akkor erről is fogunk szavazni, és volt még egy módosító javaslat Sarkadi Gábor úrtól, aki ugye azt javasolja, hogy a bizottság a saját tagjai közül válassza ki az elnökét. Más módosító javaslat, hogyha jól figyeltem, ami érvényben van, vagy fönntartja a képviselő hölgy vagy úr, az nem volt. Jó, akkor kérném a jelölteket a bizottságba, a tisztelt frakcióvezetőktől, illetve képviselőktől. Az előterjesztés szerint ugye a Fidesz, KDNP, az MSZP, az ÖPE, a Baloldali Szövetség Pécs városáért, az SZDSZ és az MDF által delegált egy-egy tagból állna a bizottság, úgyhogy most a bizottsági tagokra kérnék szépen jelölést. Köszönöm szépen, dr. Révész Mária, frakcióvezető. Fidesz-KDNP frakció Trombitás Károly bizottsági elnök urat jelöli. Köszönöm. Köszönöm. Sargati Gábor frakcióvezető úr. Baloldali Szövetség Pécs városai Molnár Ferenc képviselőtársunkat jelöli. Köszönöm szépen. Tóth Bertalan frakcióvezető úr. Magyar Szocialista Párt frakciója Megszer Andrást. Köszönöm szépen. ÖPE frakció. Kővári János. Köszönöm szépen. Az SZDSZ. Veller János, javasoljuk a bizottságot. Veller János. És megkérdezem Füredi Pétert. Köszönöm szépen. Akkor én most kérnék egy ügyrendi szavazást a vonatkozásban, hogy a jelöltekről egy szavazással szavazhassunk. Aki ezt elfogadja, azt kérem, nyomja meg a gombot. Köszönöm szépen, 29 igen, 5 nem szavazattal elfogadta az ügyrendi szavazást a testület, és akkor módosító indítványokról szavazunk. Az első módosító indítvány az a határidőre vonatkozott, hogy ez 2009. december 31 legyen. Tehát a határidőről szavazunk, hogy 2009. december 31 legyen a vizsgálat lezárásának a határidője. Aki kíván szavazni, az most szavazhat. Köszönöm szépen. A határidő módosítást 34 igen szavazattal a testület elfogadta. A következő módosító indítvány az arról szól, hogy a bizottságot, a vizsgálóbizottság elnökét a tagok
a vizsgálóbizottság tagjai közül válasszák meg. Erről kérnék szavazást. Kilenc igen, 12 nem, és egy tartózkodással a testület elfogadta a módosító javaslatot. Javaslom, hogy szavazzunk most a személyekről. Jó, köszönöm szépen, nem kell erről külön szavazni, hanem a határozat egészéről kellene most szavazni a személyekkel együtt. Erről kérnék akkor szavazást. Három igen szavazattal a határozati javaslatot a közgyűlés elfogadta. Tisztelt közgyűlés, javasolnám, hogy tartsunk ebédszünetet, és rendhagyó módon nem egy órás ebédszünetet kérnék, hanem azt javasolnám, hogy 14 óra 30-kor folytassuk az ülést, tekintettel arra, hogy ünnepélyes szerződés aláírás zajlik a szomszédos teremben. Köszönöm szépen! Igen. Kedves nézőink, a szünetet követően többek között az Expo Center ügyének feltárására a vizsgálóbizottság létrehozására tettek javaslatot. Hatáskör ennek kiterjedne a Megyeri tér, a NEFCO, a Reptér, a Széchenyi tér és a buszos ügyek vizsgálatára. A vizsgálóbizottság nem pénzért dolgozna, a hibás döntések okait a felelősöket kívánja felderíteni. Ezt a javaslatot Füredi Péter képviselő tette. Melyszandás MSZP-s képviselő az Expo Center ügyében támogatja a vizsgálóbizottság létrehozását, a többi azonban sok lenne szerinte, belátható időn belül nem érnének a végére. Javasolta azonban, hogy többek között a működtetésre vonatkozóan is térjen ki a vizsgálat. Melyszandás az eredeti javaslatot támogatja, a kitérések nem. Révész Mária, a Fidesz frakcióvezetője a kérdésben hasonlóan vélekedett. 2009. december 31-én lenne a vizsgálat befejezése. A határozati javaslatot elfogadták a képviselők.